And now for something completely different. Sziasztok, ez itt a Kultúrrepülő mozia, én Bob vagyok, mai filmünk pedig a Kingsman, a titkos szolgálat. Kémtörténeteknek eddig két végletét ismertem. Az egyik oldalon ott vannak a John le Carré könyvei és az azok alapján készült filmek, mint az Üldözött és a Schuster Szabó Bakakém, melyekben a kémkedés kimerül a végtelen hosszú megfigyelésekből és a még több cigaretta elszívásából. Komoly sztorik ezek, amelyek bemutatják, hogy milyenek a titkos szolgálatok a való életben. Másik oldalon pedig ott vannak a James Bond filmek kütyükkel, szuperverdákkal, még szuperebb nőkkel, csak éppen annyi közük van a valódi hírszerzéshez, mint a magyar foci válogatottnak a VB-re való kijutáshoz. Viszont az elmúlt években hasonlóan a legtöbb franchise-hoz a Bond filmek is kezdtek átmenni egy kicsit valóságosabb, sötétebb irányba. És itt jön a képbe a Kingsman, mit jön páros lábbal rúgja rád az ajtót, hogy megmutassa, milyen egy a szó lehető legjobb értelmében vett ponyva kémfilm. A Kingsman mondhatni a régi James Bond filmek kokainnal és Red Bull-lal felpörgetett kis testvére, és ez bizony kurva szórakoztató. Azon kevés mainstream hollywoodi rendezők táborát erősíti, akik képesek valóban stílusos és emlékezetes mainstream közönségfilmeket csinálni. Igaz, eddigi alkotásai látszólag nem sokban hasonlítanak, legalábbis műfajilag, hiszen rendezett már egy Gáricsi stílusú gangsterfilmet, fantasy mesét Neil Gaiman tollából, illetve klasszikus hollywoodi szuperhős mozit is. Azonban minden filmére elmondható, hogy eddigiségükben jócskán kiemelkednek a kortárs blockbusterek tömegéből. Legújabb filmjének alapjául ismét egy Mark Miller képregény szolgál, mivel pedig előző kollaborációjuk, akik ezt mindendők legcinikusabb és éppen ezért egyik legszórakoztatóbb képregényfilmje volt, így értelemszerűen nagy várakozásokkal ültem le a Kingsman The Secret Service elé is. A film pedig nem csak hogy teljesítette, de szinte felül is múlta ezeket az elvárásokat. A történet szerint, miután Lancelot a Kingsman nevű titkosszervezet tagja egy bevetés során az életét veszti, Galád ügynök elhatározza, hogy a megüresedett helyre beszervezi, és elegáns titkos ügynököt farag a Proli tökiből, hálából azért, mert a fiú apja feláldozta érte az életét. Mindeközben pedig hírességek tűnnek el, és Samuel Jackson valami nagyon gonoszban sántikál. Való igaz, hogy a sztori szintjén nem nyújt igazán sok újdonságot a film, hiszen a Harry Potter és más young adult könyvek sémáit használja fel, de szerencsére nem húzza túl a sablonokat, és összességében van olyan jól megírva, hogy ne hagyjon hiányérzetet. Azonban kétségtelen, hogy az egyediségét kivitelezésében, nem pedig sztoriában kell keresnünk. Ezt nézve pedig a Kingsman simán az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb és legőrültebb akciófilm. Tele remek utalásokkal és kacsintásokkal a 60-as, 70-es évek kémfilmjére és sorozataira. Van itt minden, mint a búcsúban. Pengelábú bérgyilkos nő, menő kütyük és persze az a hamisíthatatlan angol elegancia. Még Henry Jackman zenéje is nagyszerűen idézi meg az akkori Bond mozik dallamvilágát. Az egymást remek tempóban követő akciójelenetek pedig olyan kreatívak és elborultak, melyekhez foghatót egyedül a rajtaütés filmekben láthattunk. Nem is tudom, mikor vigyorogtam annyit leszámolásom, mint azon a bizonyos templomos jeleneten, de akár mondhatnám a film elejé túszmentést, melyben Jack Davenport olyan eleganciával intézi el a terroristákat, amihez öt James Bond is kevés lenne. Az egész filmre elmondható, hogy csak akkor nem vigyorogtam, amikor nevettem. Természetesen nem kikacagtam, hanem együtt nevettem a filmmel, hiszen érezhetően egy percig sem veszi magát komolyan. Régóta vártam már egy olyan filmre, mert nem akar más, csak szórakoztatni, és ezt képes ilyen magas szinten végezni. Azért apró tanulságnak még megkapjuk, hogy nem a származásától lesz valaki úriember, és ez így is van rendjén. De persze az egész sokkal kevésbé lenne emlékezetes, ha nem lenne olyan nagyszerű szereplőgárdája, mint amilyen Taron Egerton, szimpatikus főhős, biztos hallunk róla még a közeljövőben, Mark Strong láthatóan remekül érzi magát az Alfred jellegű szerepében, Samuel Jackson a harmadrészt Blofeld, harmadrészt Zuckerberg, harmadrészt pedig Ghetto Néger figurája, roppant vicces főgonosz. Igaz, a motivációja annyira nem kidolgozott, de jó látni, hogy végre nem a szokásos bedesznyiga szerepét hoz, mint oly sokszor a ponyvaregény óta. Colin Firth, igen, az a Colin Firth, akit a Bridget Jones szerelmeként és dadogós királyként ismertünk meg, pedig tökéletes James Bond lehetett volna egyszer. Sőt, még ilyen idősen is lehetne, ha egyszer úgy hozza a sors. Ja, és még Mark Hamill is felbukkan a filmet, de ez már tényleg csak a haba tartán. Egy szó mint száz, én imádtam a Kingsman The Secret Service, és csak ajánlom a megtekintését. Persze lesz még idén Avengers, Star Wars és Mad Max is, de kétlem, hogy évvégén Wong rendezése ne lenne ott a legszórakoztatóbb filmek listáján.